Sziasztok srácok! Én Viccelek vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb, izgalmas, szórakoztató, érdekes kis videóban. A múltkor már megnéztük a leggyorsabb munkásokat, akik szuper ügyesek voltak, extrém profik voltak a munkájukban. Ma pedig itt az ideje ennek az ellentétjét megnézni. A legbénebb munkásokat, a totál idiótákat, akik aztán hatalmas nagy problémákat okoztak. Úgyhogy nincs is más dolgunk, dőljetek hátra, jó szórakozást kívánok, és róluk aztán sose vegyetek példát. Húzzad, Sanyi! Jöhet még! Ezt jól felkötötték amúgy is szétágazóba, de nem baj, húzza Sanyikám! Jó van, oké, meg vagyunk. Az más kérdés, hogy az egész vezetőfülke, meg úgy valószínűleg az egész minden még túlzó megsérült, ott is letört, leszakadt, de meg vagyunk, semmi baj nincsen. Megjön a szállít, az jó! Gyerekek, tudjátok, hogyan születnek a targoncák? Pontosan így. Úgy közben egyszer csak megjelenik egy targonca, így jönnek a világra. Ez egy ilyen dolog. Ajajajajaj, hát jó takarítást kell ehhez kívánni, azt hiszem. Aha. Jó, már lefékeztek, megvárták, érezték, hogy itt baj lesz. Ó, öregem, a másik az már megy is inkább, itt se voltam, engem nem láttatok, engem hagyjatok ki ebből az egészből, nem fogok járkálni a biztosítói perben, inkább lelépett. Itt mi történik amúgy? Elkezdett driftelni és túlvállalta magát, és aztán leparkolt, mert elfáradt. Azt jól kiszámolta az öreg. Ott is aztán olyan nagy problémák lehettek volna ebből, hatalmas nagy károk. Amúgy ez szerintem fixen valami tönkre fog itt menni, fel fog borulni a másik oldalra. Nem. Hát nincs itt semmi baj, hát most jobb hiány ez lett a megoldás. Már csak alapban ez a felvétel, amúgy nekem annyira végső állomás feeling, három nagy telepakolt kamion, de végül legalább senkit nem szúrt át semmilyen nagy adag fa, vagy fém, vagy bármi. Ó-ó. Volt, nincs. Siló, nem siló, tehát az itt innen kezdve ennyi, ezt nem mondod komolyan. Ezt rendesen rászerelte a motort a talicskára, most nézve. Ez volt rajta egy szegvény, de még egy motor is. Ezt hogy csinálta meg, az valami hihetetlen. Na ott legalább valaki munkavédelmi is, már rajta van a bukósisak. Ó, azt most már ennyi. Az viszlát, inkább veszünk egy újat, rá se ráncs, az már a múlté. Az jó, az meg ott van, amíg útra kelt a kerék. Olyanok vannak gyerekek, Jézusom. Hát valakinek innentől kezdve mobilháza lesz, tudjátok, mint a lakókocsi, csak mobilházba, így lehet vontatni, meg menni. Jó, mondjuk nem hiszem, hogy a munkások voltak idióták, valószínűleg egy... Hopp, az ott közel kifejeri a szélvédőt? Valószínűleg nem a munkások hibáztak tehát, hanem inkább egy víznyelő volt, vagy valami miatt alakult ez ki. Ó, de megbűvölt, gyerekek! Fuhu, ez jó volt, ez olyan volt, mint egy ilyen portál megnyílt volna. Megbabonázza az embert, bár az, hogy random felkötik rá, lehet nem a legjobb ötlet volt. Kicsit sok lesz ez a lendület, de ott vagyunk, megérkeztünk. Express kiszállítás. Ó, ne. Borul le. Ez biztos, hogy egy ilyen hatalmas nagy problémát, az egészet ki fogja onnan majd borítani. A kis problémából csinál egy nagyot. De nem, mi? Belögdöste azt, izé megoldódott. Hoppa, szélvédő kipattog. Ezek, amikor visszahúzzák az emberek, az a kedvencem. Úgy meghúzzák, hogy átborul a másik oldalra. Ne, 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 ne. Ott ugye lemegy az ember. Nem, ez csak camblockba vágta magát, aztán bedriftel. Hopp! Igen, a végén borult fel, az ki is vágták. Meg egy pár dolgot már nekem is ki kell, hogy vágjak, mert ugye már ezeket az ilyen baleseteket, meg ilyeneket, ami letiltja a YouTube rendszere, úgyhogy családok, barátok maradunk, nem lesz itt semmi fel. Ne, ezt inkább zárd vissza, hát mit csinálsz, ez örökké ott fog hullani. Én inkább visszazártam volna, hátrébb lépek, és megvártam volna. Mi, ez a kerék az úgy csak jött? Az azt mondta, hogy menjél fiam, mától szabad vagy, fedezd fel a világot. Azt megy tovább. Ez mennyire rajzfilmes volt. Szerintem a Tom és Jerry-ben fixen volt ilyen. Ezt meg fogom keresni, volt ilyen jelenet, amikor kimegy a fok és így végig megy rajta a Tom. Hát ez most megtörtént a valóságban. Sose hittem volna, hogy a mesefilmek a valóságból ikletődnek. Ah, végül, hogy pörgött a kerék, az volt a kedvenc kis plusz részletem ebből a videóból. Egy kis lengés csillapító tesztelést láthattunk. Valami azt sugja, hogy egy ilyen gépet javítani, nem 2 forint és nem is 2 perc. Meg amúgy nem tudom, tudtátok, hogy az ilyen traktorok meg az ilyenek simán 80-100 millió forintba is kerülnek. Az a fa meg neki ott nem tetszett. Hú, egy kicsit, mintha laposan járna az öreg, de minden bizonnyal ők szakemberek voltak. Ott meg készül, gyerekek, a szed királyi. Ennyit erről, ott vannak a palackok, így emberek gyűjtik be a vizet, ezt meg is vagyunk ezzel, lehet is vinni a boltokba. Ez amúgy tényleg kurtfúrás volt, vagy csak valami ennyire nagyon meghibásodott? Aha, ott valaki nem a zebrán megy. Jaj!
Ladát megpakolták, az Lada volt, nem is láttam közben, az a baj. Az jó, és közben megy tovább az óra. Gyerekek, ide figyeltek, Pitagorasz tétel, A négyzet, meg B négyzet, Pistike, mondjad csak! Azt ő meg gyerek ott közben mossa éppen itt a fejét hátul, a tarkóját. Az, ami csapda volt, hogy így befogják ott az autósokat az emberek? Vagy ez csak így véletlenszerűen jött, vajon ezt nem lehetett így kideríteni? Azzal már nem kell törődni, azt már nem kell elvinni se. Így már könnyebb lesz a dolog. Hajtsod, üzet, hajtsod! Hú, egy kicsit összemelegedtek ott a munkások. Meg is lett annak a böjtje. Közben a daru amúgy, hogy így mozog, az nem lesz rossz? Nem vagyok ebbe sem mesterszakértő, de... Oké, egybe maradt a dolog kis hián. A kommentár érdekelt volna, hogy mit jelent, de sajnos ezt nem fogom megtudni. Üvegajtó. Vegyétek, azt el is vágta a lábát, az ott mi volt? Gyerem, az ott tetoválás, azt hittem, hogy rögtön vérbe ömlik ott a lába, hát ezt lassabban kellett volna inkább letenni. Jaj, gyorsan szaladj onnan! Talán még nem veszik észre, hogy te voltál, gyorsan menekülj! Kamerát meg reméljük, hogy nem fogják visszanézni. a fék elengedett? Ez megy a víz magától. Az figyelj, Teslának már nem is kell önvezető autó, az kiszállítja ott magától Indiában. Ez ott be akart menni amúgy? Az fixen be akart menni azon a kis lyukon. Ki gondolta ezt jó ötletnek? Hát ezt se hiszem el. Ilyenkor annyira ideges lennék amúgy, hogyha az én autómat tennék így tönkre, full debil módon, hogy fú, remélem sose lesz majd velem ilyen. Ajaj, meg fog süllyedni, már most látom, hát ugye beborul, azt a mindenit. És ilyen tök fontos munkákat bíznak ezekre az emberekre, ezt így viselkednek. Ez inkább volt satisfying, mint őrült munkások. Ezt nem hiszem el. Ezt nem, bár amúgy ezt csak így végigöntötték, a betont semmi leírás, vagy semmi, tudjátok, ilyen lekerítés, hogy ide ne gyere be. Ami jó kitartó volt az ember, az rendesen elment 80%-ig az útnak, utána amikor megállt, akkor úgy volt vele, hogy most már tolni fogom. Nem az, hogy kijön belőle, most már toljuk, azt akkor majd beledermed oda a betonba. Ja, az ott favágás volt, értem, tehát ezért ne bízz sose profikra. Ahhoz képest egészen egyben is maradtam úgy a ház. Hát ez komoly volt azért, amit itt kitalált az ember, én biztos nem csinálnék amúgy egy saját kertembe kivágnám a... Ez most mi? Ez egy fékrendszer? Vagy leteszi a lábát? És pont az ilyen legviccesebb dolgokat nem mutathatom meg nektek amúgy, mert akkor rögtön letilt a rendszer. De képzétek el azt, amikor a végén megvágtam, utána belement a lufikba és így átölelve elesett velük együtt. Jó megoldás, bár ez nem pont munkás volt, de végül is egy munkásnak a dolgát tette tönkre. Oké, értem akkor a párhuzamot. Úgyis srácok, ez lett volna a mai videó, mindenképp csapatok egy hatalmas lájkot akkor, hogyha élveztétek, nevettetek, szórakoztatónak találtátok, és persze ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rá, nyomjátok ezt a kis csengőt, és látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd. És hát a mai videónak a fő tanulsága, néha esetleg úgy érdemes használni az agyadat. Mármint, hogy konkrétan olyanokat csinálnak ezek az emberek, hogy lemegy teljesen a legsarkáig a földnek, ami aztán besüpped alatta, és jó, hogy nem lerepül az 500 tonnás megrakott kamionjával. Úgyhogy tényleg itt olyan brutál elképzelések voltak, gyerekek, hát káosz. Az egész egy nagy káosz. De hát ugye éppen ilyenkor érdemes felidézni ezt a híres mondást, aki nem dolgozik, az nem is hibázik, egyszerűbb lenne akkor inkább nem dolgozni. Na de tényleg köszönöm, figyelmes kacok, holnap ismét találkozunk, addig ismét további szép estét, és sziasztok!